Pöttyös Panni az óvodában. A labda szereti, ha ütik. Az óvonéni szavára összeverődtek a gyerekek. Kettessével, hármassával, ahogy előszőre sikerült. Panni Jutka mellett lépkedett, mögötte Péterke ment egy kislánnyal, aki mindenáron meg akarta fogni a kezét, de Péterke nem engedte. Mérgesen tiltakozott, s végül kilökte a kislányt a sorból. – Mit csinálsz, Péterke? – fordult hozzá az óvonéni. – Lögdős! – sírta a kislány. A sor felbomlott. – Ragad a keze! – mondta Péterke dacosan. – Nem igaz, csak lekváros! – mutatta a kezét a kislány. Majd mindjárt kezet mosol, addig menjetek csak szépen egymás mellett, mosolygott az óvonéni. A gyerekek meglepetten nézték a sok kicsi mosdót, a kicsi szappantartót és az alacsonyan elhelyezett tükröt. Minden igazi volt, mint a felnőtteknél, csak éppen minden kicsi volt és nagyon-nagyon kedves. Péterke újra a pajtása mellé állt. Én vagyok a tisztaság felelős, jelentette ki büszkén, de már senki se figyelt rá. Péterke, mosolygott a tanítónéni az izgalomtól kipirult kisfiúra. Először te mosod meg a kezedet, azután segítesz szétosztani a törülközőket, és vigyázol, hogy mindenkinek szép tiszta legyen a keze. Te adogatod a szappant, és vigyázol, hogy visszakerüljön a szappantartóba. Értetted? Igen, mondta Péterke mohon, és már szappanozta a kezét. Az óvonéni keresgélt a törülközők között. Mindegyik törölközőbe szép színes kép volt hímezve. Te milyen jelet választasz magadnak, Péterke? Kérdezte. Amelyiket kiválasztod, az lesz a te jeled. Arról fogod megtudni, hová teszed a kabátodat, hová kell ülnöd az asztalnál, s melyik ágyacskába kell lefeküdnöd délután. Péterke meretten állt. Nem tudott választani. A jelek között volt törpe, labda, vödör, szív, katicabogár, mackó, baba, paprika, jancsi, mókus, autó, talicska, pörgő, csiga, s még sok más mindenféle. Puska nincs? Kérdezte Péterke végül. Nincs. Hát kard, vagy tank, vagy kalapács. Hűha, ilyen verekedős kisfiú vagy te. Tudod mit? Adok neked valamit, ami szereti, ha ütik. Mi az? Kérdezte Péterke kíváncsian. Az óvonéni egy szép törölközőt mutatott neki, amelynek a sarkába színes labda volt hímezve. Ezt majd megkapod a valóságban is. Péterke komoly arccal büszkén osztogatta a szappant és a törőközőket. Panni sem tudott választani a jelek között, az óvonéni segített neki. Mivel téged otthon Pöttyös Panninak hívnak, legjobb lesz, ha ezt a két pöttyös vödröt választod. Az ebédlőben újabb meglepetés várta őket. Idősebb óvodások, a naposok tiszta fehér kötényben. Alacsony, hosszú asztalokra tányérokat, bögréket, kanalakat, szalvettákat tettek sorba, és minden teríték mellé egy játékot raktak. Ezek ugyanolyan játékok voltak, amilyeneket a törölközőkre hímezve már kiválasztottak. Panni boldogan ült le a pöttyös vödör mellé, amelyből kiállt a pöttyös lapát nyele. Ez az én helyem, mondta elégedetten. Péterke vígan ugráltatta a földön a színes gumilabdát. Ez a buta szereti, ha ütik, kiáltotta csúfolódva, s teljes erejéből a falhoz vágta a labdát. A labda nagyot csattant a falon, majd visszapattant róla egyenesen Péterke órának. Péterke egy pillanatig némán csodálkozva állt, szeme könyvbe lábadt, majd kezét kivörösödött órára szorította, és teletorokból bömbölni kezdett. Látod, mondta az óvonéni, ez a labda nem is olyan nagyon buta, mert néha bizony visszaüt. A finom kakaó és a friss, ropogós kifli azonban hamarosan megvigasztalta Péterkét.